Ebben a mai videóban a vénákkal kapcsolatos problémák okairól és rendbetételéről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A leggyakoribb vénákkal kapcsolatos problémák a viszér, az aranyér, a hereviszér, a nyelőcső viszértágulat, a gyomorviszér, a krónikus vénás elégtelenség, a mélyvénás trombózis, mind jellemzően ugyanarra néhány problémára vezethetők vissza. A vénák a testünk végpontjaitól, tehát például az ujjak, a lábfej, stb. Szállítják vissza az oxigén nélküli vért a szívhez, és csak mozgással vagy az izmok mozgatásával tud rendesen mozogni a vér bennük. Ugye az oxigénnel teli vér odaszállítás az artériákon keresztül történik, a szív pumpáló erejével, viszont a visszaszállítás a szívhez, tehát a kéz-láb végektől vissza a szívhez, a vénákon keresztül csak úgy tud megfelelően megtörténni, ha fizikailag mozgásban vannak az izmaink. Tehát a véna problémák esetén az első probléma a kevés mozgás, vagy másik oldalról megközelítve a sok ülés és állás. Ha meg akarjuk oldani ezeket a problémákat, az első teendő a több mozgás bevezetése a mindennapokba. A legjobb mozgásforma a vénák rendbetételi az az ugrálás. Az ugrálással javul a legjobban a nyirokkeringés. A rendszeres hosszabb séták, vagy a kocogás, a könnyed izomgyakorlatok is sokat segítenek, nem túlhajszolni kell magunkat, a rendszeresség a lényeg. Nézzük a következőt. A vénarendszerünknek van egy része, amely kapcsolatban van a májjal. Ez a véna rész az emésztő rendszerünkből és a lépünkből szállítja a vért a májhoz, amely feldolgozza ezt a vért, mielőtt az a szívbe szállítódna át. Ezért, ha valamilyen probléma van a májunkkal, például el van zsírosodva, le van gyengülve, megváltozik a nyomás az egész vénarendszerünkben. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor van egy vízszűrő, ami ha az idő előre haladtával telítődik szennyezőanyagokkal, és azt nem ürítjük ki, akkor a szűrőn keresztül átfolyó víznek megváltozik a nyomása. Ilyenkor az történik, hogy a testünk egyes részein alacsony lesz a nyomás a vénákban, míg más részeken nagyobb, és ez a nagyobb nyomás a vénákban jelentősen hozzájárul a vénáknak a kidúszadásához. Az érproblémák 95%-a szinte biztosan kapcsolatban van máj problémával. Így elsősorban a májat kell megcélozzuk, ha javítani szeretnénk a vénák állapotán. A májunkat a keresztes virágú zöldségek napi fogyasztásával, a szénhidrátbevitel csökkentésével, illetve a rendszeres böjtöléssel tudjuk a leggyorsabban regenerálni. Sokat segítenek a májnak a máriatöv is, a kolin, amiből például a tojásban van sok, az articsók, a fokhagyma, citrom, citromlé többek között. Véna problémák esetén a máj által termelt epesav áramlásával is gond lehet, az epesav működésén javíthatunk epesó tartalmú készítményekkel, például ajánlom figyelmetbe a galmet termékeket. A harmadik probléma, ami a visszerek, aranyér és más véna problémák hátterében állhat, az a magas ösztrogén szint, vagy inkább úgy mondhatnám, hogy az ösztrogén túlsúly. A vénákban is vannak ösztrogén receptorok. Ez a probléma valamilyen szinten kapcsolatban van az előzővel, tehát a májjal, mert az ösztrogén szintjét a máj szabályozza, és ha a máj le van gyengülve, nem tudja megfelelően semlegesíteni a felesleges ösztrogént. Az ösztrogénre azért is gyanakodhatunk, mert hölgyeknél a változókorban sokkal gyakoribb például a viszér. És ilyenkor bár esik az ösztrogén, de sokkal nagyobb mértékben esik a progeszteron, így lényegében egy ösztrogén túlsúlyos állapot alakul ki. Férfiaknál is hasonló a helyzet, férfiaknál, ha jelentősen esik a tesztoszteron, szintén egy ösztrogén túlsúlyos állapot alakulhat ki. Az ösztrogén kiegyensúlyozásához és egyben a máj megtámogatásához a legjobb ételek a már említett keresztes virágú zöldségek, tehát mint a leveleskel, a rukkola, a pak choj, a káposztafélék, brokkoli, salátafélék. Létezik egy olyan készítmény, amit keresztes virágú zöldségek kivonatából készítenek, ennek DIM a neve. Az ösztrogén normalizálásához rendkívül fontos a jód bevitele is, melynek pótlásához a legjobbak az algák, az algaételek, ajánlom figyelmetbe az Immunex alga komplexet. És végezetül a vénák rendbetételéhez elengedhetetlenek a polifenol vegyületek, az antioxidánsok. Az egyik legjobb kiegészítő táplálék a vénákban lévő gyulladások csökkentéséhez, illetve az érfalak rugalmassá tételéhez, egyben a májat is jól támogatja, a szőlőmag örlemény, vagy a szőlőmag kivonat,
melynek fő hatóanyaga a resveratrol. Tele vannak polifenolokkal, antioxidánsokkal a bogyós gyümölcsök és a belőlük készült gyümölcslevek, például a fekete áfonya, a málna, a szeder, a tőzeg áfonya, a goji bogyó. Súlyos vénás problémák esetén flavonoid koncentrátumokat is célszerű egy ideig szedni, például a flavin-hetet. Tele vannak antioxidánsokkal és polifenolokkal a hagymafélék, a fekete és a zöld tea, illetve ott van még a kakaó is többek között. Mindegyik segíti valamilyen módon, valamilyen szinten a vénáknak a regenerálódását. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.